légjóga órán látogattunk el Bugyi Vivienhez. A dombovári stúdióban éppen gőzerővel zajlott a próba a közelgő jóga piknikre, ahol a gyermekek szüleiknek, barátaiknak fogják bemutatni eddig megszerzett tudásukat. Bugyi Vivien szakszerűen tanítja meg az egyes jógapózokat, miközben a résztvevők teljes biztonságban vannak, még kifordított testhelyzetben is. A fiatal és ambíciózus dombovári hölgy eredetileg ofonő volt. Egy idő után azonban nagyobb kihívásokat keresett. Ekkor külföldön kezdett el dolgozni, ahol megismerkedett a jógával. Egészen Indiáig vezetett az útja, a távol-keleti ország ugyanis a jóga őshazája. Itt sajátította el a test és lélek harmóniáját célzó mozgásfajtát. A jóga mindenkinek más jelent, azt gondolom. Manapság a modern ember ez biztos, hogy egy kicsit ilyen csendbenülős, átszellemülős dologként képzeli el. Nyilván van benne ilyen is. Hogyha nagyon egyszerűen kéne megfogalmaznom, akkor a jógára azt mondanám, hogy a test, a lélek és a gondolatainknak az összehangolása és egysége. Kezdetben gyerekeknek tartott jógaórákat, majd folyamatosan bővült a paletta. Elég sok jógafajta van, így az ősi jógából eredetően elég sok ilyen modern irányzat alakult ki. Az első jóga, ami úgy az ősi jógához kapcsolható, az úgynevezett hatha jóga. Ez egy kicsit lassabb, kevésbé dinamikusabb fajtája a jógának, és általában minden jóga irányzat ebből alakul ki, tehát ezeket a pózokat használja. Felnőttek, kismamák, gerinc problémákkal küzdők és anyukák babájukkal egyaránt felkeresik a stúdiót. Így ma már minden korosztálynak specifikusan tart jógaórákat Bugyi Vivien. A vinyásza jogának nevezett kicsit dinamikusabb, sokkal mozgékonyabb jógafajta, illetve az ilyen alkalmazott jogák, mint a kismama jóga, gerinc jóga, gyerek jóga, tehát rengeteg félét mindig, amire éppen szükségünk van, arra tudjuk használni. Felnőtt jógából kétfélét tartok. Az egyik az egy úgynevezett stretching óra, az egy nyújtás. Minden héten más van a menüben, gerinctorna, csípőnyitás, mire éppen szükségünk van. A másik egy úgynevezett yoga fit, amelyik a fitness szallagok segítségével kötjük össze a jógapózokat. Tehát ugyanúgy lélegzünk, ugyanúgy jógapózok, csak beleviszünk egy pluszt, egy erősítést. Fogyni is lehet ezzel a fajta mozgással, így a hölgyek körében nagyon népszerű, hiszen koplalás nélkül elérhető az áhított testalkat. A jóga hivatalosan nem tartozik a sportágak közé, az különbözteti meg a többi mozgásfajtától, hogy nagy hangsúlyt fektet az emberi lélekre. Én szeretem úgy tartani az óráimat, hogy a pózok közben elmondom, hogy mire is hat. Akár az idegrendszere, akár a testi szinten, tehát a testrészek szintjén. Úgyhogy akik már egy-két jóga órán részt vettek, azt a tudást is hazaviszik, másrészt szerintem magukon is tapasztalják egy idő után azt, hogy milyen változásokat idéz elő. A különböző testtartások elsajátítása fokozott figyelmet és koncentrációt igényel. Egy másfél órás foglalkozás alatt az egész testet át lehet mozgatni, és kikapcsolódás is garantált. A jóga is, mint minden más dolog, olyan, hogy életünk végéig tanuljuk. Tehát így, hogy 15 éve művelem, így sem mondhatom azt, hogy teljesen jóga életmódot élek, mert Indiában nagyon könnyű volt. Tehát ott egy hónapig csak ezzel foglalkozni, az ottani életmódot átvenni nagyon könnyű volt. Az, hogy ide bejönnek az emberek, egy kicsit áthangolódnak, majd kilépnek az ajtón és visszalépnek a mókuskerékbe, ez nyilván nehezíti. Nagyon jó az emésztőrendszerre gyakorolt hatása néhány póznak, az idegrendszerre gyakorolt hatása, egyensúlyérzék, a légző gyakorlatokkal le tudjuk nyugtatni ugye az idegrendszerünket, összehangolni a szervek működését, kiszakadni ebből az egész napos rohanásból. Tavaly először indított nyári jógatábor gyerekeknek Bugyi Vivien. Az érdeklődés pedig akkora volt, hogy idén már korcsoportos bontásban 3 turnust rendeznek. Az ovisoknak egy délelőtti tábort, kézműves foglalkozásokkal, természetesen jogával is, alsós és felsős korosztálynak is. Ezek hétfőtől péntekig főként az edzésekre fogunk rámenni, tehát ezért lesz minden nap jóga és légjóga óra is, de mi nagyon szeretjük az ilyen érzelemfejlesztő, csapatépítő foglalkozásokat, illetve kirándulni is visszük a gyerekeket. A stúdióban egy nagy tükröt is elhelyeztek, amely a talajjóga órákon nyújt nagy segítséget a résztvevőknek. Az egyes testtartások helyes elsajátításában.